Mulán innen és Mulán túlról képviseltették magukat hagyományőrző csoportok a Horvát hetet lezáró gálán. A kulturális találkozó igazán szép és méltó zárása volt az egyhetes program kavalkádnak, a szervező nagykanizsai horvát nemzetiségi önkormányzat elnöke szerint. Nagy öröm számomra, hogy végre megtelt a nézőtér is, és hát úgy gondolom, hogy ennek az egész horvát hétnek egy valóban szép zárása lesz ez a mai nap. Elérkeztünk ahhoz a naphoz, ami tulajdonképpen talán a legtöbb embert megmozgatja, ez a kultúra, és hát nagy öröm számomra, hogy tényleg ennyien elfogadták meghívásunkat, és egy nagyon-nagyon szép és színes műsort tudtunk ma prezentálni, amiben ugye hallhatunk kórusokat, kórusok által előadott színdarabokat, megszólal a Mura mentén a régi időszakból oly ismert részfúvós zene is, és tulajdonképpen a tambura is, ami ugye megint csak a horvátságnak egy nagy alapvető hangszere, két alkalommal tambura zenekart is hallhatunk. Hány együttes, honnan érkeztek? Az együttesek Horvátország, Mura közmegyeiből érkeztek, Prelogból és Donyi Vidovecből, a Nyugdíjas Egyesületnek az asszonykórusa és tamburazenekara, a Donyi Vidoveci Kurtuláris Egyesületnek a tánccsoportja és tamburazenekara, a Mura térsége fúvószenekar, hallhattunk egy szólista kislány Tóth Szerdahelyről, és nagy öröm számunkra, hogy a Nagykanizsai Horvát Önkormányzat három csoportja, a horvát kórus, a fiatal tamburások és a sztobos tamburazenekar is részese a rendezvénynek, illetve a Tótszerdei horvát kórus, akik egy nagyon érdekes és színvonalas színdarabot adnak elő. Ha jól gondolom, akkor nem csak ilyen alkalmakkor, hanem állandó kapcsolat van a Mura két oldalán az együttesek között. Igen, nagy öröm számunkra, hogy a Prelogi kórussal nagyon régóta tartó kapcsolatunk van. Rendszeresen járnak át hozzánk, nagyon sok esetben segítenek a horvát misék dalanyágának az előadásában, és gyakran vagyunk mi is az ő vendégeik Horvátországban. A Donyi Vidoveci Kulturális Egyesülettel pedig megújítjuk azt a régi kapcsolatunkat, ami az elmúlt években azért megszakadt, és hát ők így most első alkalommal vannak itt nálunk, de reméljük, hogy ez egy gyümölcsöző kapcsolat lesz. A határon túli csoportok igazi, hagyományos produkciókkal léptek színpadra. Hosszú évekre nyúlik vissza a kapcsolatunk. Én a Prelogi Zeneiskolában dolgoztam, és Vargovics Józsefné, aki akkor az itteni önkormányzat elnöke volt, megkeresett azzal a kéréssel, hogy Máté fiát szeretné harmonikázni, tanítatni. Így alakult ki a kapcsolat. Nagy örömmel vállaltam, közben sokat beszélgettünk. Kiderült, hogy ő az önkormányzat vezetője, és horvát kórus is működik Nagykanizsán. Említettem, hogy nekünk Prelogban is van egy kórusunk, és tulajdonképpen innen indult a kapcsolat. A Prelogi Nyugdíjas Egyesület keretében működik a kórusunk, nagyjából 23 tagunk van. Annyira jó az együttműködés, a hangulat, mindenki szívesen jön, minden felkérést szívesen vállalunk. Nem csak Prelogban, tágabb környezetében is. És hát bárhová megyünk, ahová hívnak minket. A kulturális találkozónak lesz folytatása, ezt ígérték a szervezők. Jézus!